elnök úr. Az, hogy mennyire az igazságosság a cél, az már az imént említett Paks példája mutatja, hogy ott lehetett volna gazdasági, vagy különleges gazdasági övezetet létrehozni. Azt valóban elmondtam, hogy pozitív az, hogy egyértelműbbé teszik a törvényszerűen, hogy a megyei jogú város nem érint, ugyanakkor téved képviselőtársam, hogy ez nem lehet hátrányos. Hogy a megyei jogú város az megyei szintű funkciókat lát el, nagyon sokszor sajnos úgy, hogy csak a helyben évők által befizetett helyi adóra alapozva. És még ilyen szempontból egy megyei jogú város az mellette lévő kis önkormányzata meg tudja egyezni, hogy a kis önkormányzata helyi adóbevételéből részt veszedetnek a nagy megyei funkcióknak, akár mondjuk a közösségi közlekedésnek a fenntartásába. Ez a javaslat, ez ellentétes vele. Hasonló probléma lehet mondjuk egy közös útnak a kiépítése. Tehát ilyen szempontból ez hátrányosan érintheti a megyei jogvárosokat akkor is, ha közvetlenül nem azok közigazgatási területén valósul majd. Köszönöm.